Stipen Mesić, egykori horvát miniszterelnök és államfő tartott előadást a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési karán. A politikus egy a KPVK kisebbségkutató központja által rendezett nemzetközi konferencián vett részt több horvát közéleti személyiség társaságában. A legfontosabb vendégünk a volt horvát köztársasági elnök, Stipen Mesić úr, aki ugye Jugoszlávia utolsó vezetője is volt, egy legendás történelmi alak, nyugodtan mondhatom, aki ma is aktív, és nagyon határozott álláspontja van, például a kisebbségi nemzetiségi politikával kapcsolatban. Mellette még több neves előadó mutat be érdekes kérdéseket, témákat a hallgatóságnak, többek között például a Horvát Alkotmánybíróság egyik tagja érkezett el, a Horvát Vöröskereszt elnöke tart a lehetséges oktatási együttműködésekről előadást, de jelen van egy horvát felsőoktatási intézmény vezetője is, aki remélhetőleg majd az együttműködési pontokat fogja, a képzési, oktatási együttműködési pontokat fogja megvilágítani. Magyar kollégák is előadnak, karunk azon kollégái, akik a kisebbségi nemzetiségi kultúra kérdését kutatják. Az elmúlt években már kialakult horvát partnerekkel együttműködés, elsősorban kutatási, képzési területen. Ennek az együttműködésnek az új állomása a Szekszárdon megtartott tanácskozás, amely egyúttal az újonnan alapított kisebbségkutató központ bemutatkozása is. Ezen a rendezvényen elsősorban azt vitatjuk meg, hogy a horvát és magyar kisebbségi, nemzetiségi kultúrák jelene, jövője hogyan formálható, alakítható, erősíthető egy átfogó képzési program jegyében. Egyfelől megvizsgáljuk a múltat, mit tettek eddig az államok azért, hogy erősödjenek ezek a nemzetiségi, kisebbségi kultúrák. Másfelől pedig próbálunk felelni a jövővel kapcsolatos kérdésekre, mindenekelőtt arra, hogy az új kultúra, a digitális kultúra új nemzedékei, a mai gyermekek, fiatalok mit tehetnek azért, hogy egy előítéletmentes, befogadó, nyitott világban tudjunk élni, amely világ lehetőséget ad arra, hogy a nemzetiségi, kisebbségi kultúrák megerősödjenek. Szécsi Gábor azt is elmondta, hogy az egyetemnek és a Szekszárdi Karnak is több horvát partner intézménye van, köztük számos pedagógus képző intézménnyel is tartják a kapcsolatot, sőt a jövőben bővíteni is szeretnék ezt a kört. Erősítenünk kell majd a hallgatói mobilitást, tehát egyelőre az érdeklődés mondjuk így, hogy még kezdeti, de bízunk abban, hogy pontosan az ilyen rendezvények, amelyek hírverést adnak ennek a kooperálásnak, segítik majd a mobilitás erősödését. Tehát meglévő képzési oktatási együttműködésekre is tudunk építeni. A horvát-magyar kapcsolatokat lassan egy 1000 éves múlt határozza meg, nagyon sok mindenben hatott egymásra a két nemzet oktatási, kulturális, képzési struktúrája, és ezek a mai napig folyamatosan befolyásolják egymás fejlődését, tette hozzá Szécsi Gábor. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a jövőben gondolkodunk, modelleket, mintákat keresünk, akkor a horvát-magyar fél egy remélhetőleg jól működő közép-európai modellt tud kínálni az Európai Uniónak arról, hogy hogyan lehet például az előítéleteket eliminálni a fiatalok gondolkodásából, hogyan lehet erősíteni a nyitottságot, és hogyan tudjuk ma a digitális kultúrában a kulturális identitás nemzetiségi, kisebbségi vonalon megjelenő elemeit erősíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a közös múltból fakadó, nagyon-nagyon hasonló fejlődési vonal, nyilván a nemzeti sajátosságokkal elegyítve érdekes együttműködési lehetőségeket körvonalat. Felsőoktatási téren gyümölcsöző együttműködések alakultak ki a horvát partnerintézményekkel, amiket a jövőben a PTE tovább szeretne gyarapítani, hiszen rendkívül sok nyitott lehetőség van még ezen a területen.